Jó reggelt, Magyarország! A Pécsi Tudományegyetem vezetésével indult el a Magyar Nemzeti Genom Program, jelentették be kedden Pécset. A 800 millió forintos központi támogatásból megvalósuló fejlesztésbe a témával foglalkozó többi hazai egyetem legjobb kutatója is bekapcsolódik. Az elnyert támogatásnak köszönhetően szereztek be egy olyan világszínvonalú genetikai vizsgálatok elvégzésére alkalmas berendezést, amelynek segítségével egy olyan komplex rendszert építettek ki, amely eddig közép Európában csak Bécsben és Prágában volt elérhető. Gung László riportja. Különösen a daganatos és ritka betegségek esetében fontos a páciens genetikai állapotának ismerete. Ennek felmérése, az ezzel kapcsolatos kutatások kerültek éppen ezért a program középpontjába, mondta el Jenesei Attila egyetemi tanár, a bioinformatikai kutatócsoport vezetője. A genomika óriási lehetőséget rejt magában, mivel mind a ritka betegség, mind a rák szorosan összefügg a genomban bekövetkezett változásokkal. Rendkívüli érdeklődésre számítunk a hazai paciensek és a családtagjai köréből, akik részt vennének ebben az úttörő projektben. 10 000 teljes emberi genomot tervezünk megszekvenálni, azaz az örökítőanyag építőkövének sorrendjét meghatározni. Vagyis felmérni a genetikai állapotát, ugye ez azt jelenti. Így van. Igazából a projekt középpontjában ritka betegségben szenvedő betegek és családtagjék, valamint a rákos betegek állnak. De emellett népességgenomikai vizsgálatokat is tervezünk végezni. Célunk egy önkéntes, beleegyezésen alapuló etikus program, amely a betegek hasznára válik, lehetővé tesszük tudományos felfedezések, amely bízunk benne, hogy képesen indítja a magyar genomikai ipar fejlődését. A Pécsi Egyetem Szent Ágotai Kutatóközpontja az elmúlt években kiépítette a genetikai vizsgálatokhoz szükséges világszínvonalú infrastruktúrát. Rendelkezésre áll a legjobb szakembergárda is, éppen ezért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Genomprogram elindítását is, amely nem csak hazánkban, hanem a kelet-közép-európai régióban is egyedülálló. Az egyetem és a Szent Ágotai János Kutatóközpont vezetése külföldön dolgozó olyan magyar szakembereket csábított haza, akik ilyen intézeteket, illetve kutatócsoportokat hoztak létre, vezettek és fejlesztettek neves európai biotechnológiai intézetekben. Fontos lépés volt két közös Európai Uniós és magyar pályázati forrás elnyerése, amelynek keretében nem csak a humán erőforrást, hanem a szükséges világszintű kutatási infrastruktúrát is be tudtuk szerezni, illetve professzionálisan működtetni. Mi lesz, vagy mi lehet ennek a programnak az eredménye? Nyilván nem rövid, hanem hosszú távon a szakemberek is, a kutatók is, gondolom, így számolnak ezzel. A legfontosabb a személyre szabott gyógyászat, a precíziós orvoslásnak a Magyarországon még jobban elterjedése lesz, és ez nem csak a kutatásban, hanem a mindennapi diagnosztikában is eredményt hoz. Miután Magyarországon Pécset kezdték meg elsőként a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatásokat, a mostani 800 millió forintból megvalósuló fejlesztés további lehetőségek teremt ennek folytatásához. Az, hogy itt most egy ilyen kapacitás bővülés van, tovább javíthatja részben a diagnosztikát, ami azért a ritka betegségek esetében nagyon sok esetben az élettan háttérnek, a patofiziológiának a kutatását is megindíthatja. HGF Kinga, egyetemi docens, az Orvosi Genetikai Intézet vezetője. Ez természetesen ráépül az eddigi munkánkra, kiegészíti, és mindenképpen kiteljesíti ez a későbbiekben. A terápia feltételezi a pontos diagnózist. A pontos diagnózis pedig ezekben az esetekben a genetikai diagnózis. Sok ritka betegségre sajnos még nincsen terápia, de mindenképpen a terápiás lehetőségek, a terápiás fejlesztéseknek is ez az alapja, hogy tudjuk a konkrét molekuláris eltérést. Nagyon fontos eredmény az, hogy akiket eddig egy nagy csoportba összegyúrtunk, mert nem tudtuk, hogy pontosan mi, esetleg a hasonló tünetek alapján külön konkrét személyre szabott diagnózis kaphatnak, és ez jelentősen befolyásolja a prognózist, illetve nagyon sokszor látjuk, hogy ha nincsen ismert egyértelmű pontos diagnózis, nem tudunk egyértelmű ismétlési kockázatról beszélni, akkor a család nagyon sok esetben nem fog vállalni újabb gyereket. Ebben tudunk segíteni. Itt a diagnózis nem csak annak az egy személynek az életét tudja megváltoztatni, hanem esetleg egész családokét. És ebből gondolom nem csak helyben profitálnak, hanem ezeket az eredményeket Magyarországon, de akár Európában is használhatják majd? Ennek pont ez lenne a célja, hogy a magyarországi kutatók, kollégák,
kollégák, orvos kollégák ezt használni tudják, de természetesen ezzel a nemzetközi adatbázisokba is be tudunk kapcsolódni. A Nemzeti Genom Programba a Magyarság Kutató Intézet is bekapcsolódik, jelentették be a pécsi sajtótájékoztatón. Mi adjuk neki az idősíkját, hiszen ez a történeti adatbázis az egykor élt és a Kárpát-medencében föltárt régészeti korok maradványainak a genom vizsgálatából fog összetevődni. Szeretnénk egy plusz alapkutatási lábbal csatlakozni ez a programhoz. Vagyis a betegségek kutatása mellett ezzel egészülhet ki ez a program. Ezzel válik teljessé, akár fogalmazhatok így is? Meg tudjuk mondani a magyarság eredetét, aminek több összetevője van, ezt már most is látjuk, de ugyanúgy a betegségekre való hajlamosítás és az egyéni nemzetekre jellemző egyedi genetikai összetevőket ki tudjuk majd nyomozni ebben a programban. Közölte Neparácki Endre, az intézet archeogenetikai kutatóközpontjának az igazgatója. Jó reggelt, Magyarország!